megszállott nyomozó. Újrakezdés. Az szép. Kéne küldenie valakit egy vontatásra. Egy lőke beragadt a sárba, és kipörög a kerék. Jó, már is. Jó, de nem most. Megvárják. Hol a holttest? Feljebb az ösvényen. Szóval, sáros leszek? Eléggé. Stanhope főfelügyelő, lélegzett visszafojtva vártuk. Jó, megjöttem, Malcolm. Na, mit találtak? Nő, 55-60 éves lehet. 48-60 órája halott. Szombaton történt? Vajon mióta volt kitéve az elemeknek? Ugyanannyi. Akkor itt halt meg. A halál oka? Többszörös sérülés. Zúzódások a torkán és a nyakán. Egy kis vágás a homlokán. Ugyan a seb apró, de ez nem jelenti azt, hogy nem volt belső sérülése. Nincs jele szexuális erőszaknak. Két törött ujja jobb kezén. Védekezett? Korai bármit mondani. Se cipő, se kabát? Talán kempingezett. Igazolvány? Útlevél. Angela Conan. Mekkora kört zárt le? 1000 méterest. Legyen a duplája. Összpontosítson a park ezen oldalán lévő bejáratokra. Minden közé és magánterületről. Igen, asszonyom. Durva esetnek tűnik. Jack, lekérte a biztonsági felvételeket? Igen, asszonyom. Jó. Hol a srác, aki megtalálta? Az irodában. Megyek. Noel, ugye? Stanhope főfelügyelő vagyok. Én vezetem a nyomozást. Elmesélné, mi a feladata itt a parkban, Noel? A délnyugati rész parkőre vagyok. Disney-től Breeze Hill. Kihúzná a cipzárját, szívem. Nem tudunk rendesen beszélni, ha így be van öltözve. Miért nem hívta azonnal a rendőrséget? Odafönt nincs térerő. Elveszítem emiatt a munkámat? Miért veszíteni el a munkáját? Nem tudom. Felismerte a nőt? Nem. Alig láttam az arcát. Mennyire nehéz a terep, ahol találta? Én... Azt mondaná, hogy csak egy tapasztalt túrázó menne fel azon az útvonalon, vagy ez egy átlagos ösvény? Nem is tudom. Új vagyok. Nem ismerem az ilyen dolgokat. Stanleyt kell megkérdezniük. A főnököm, Stanley Booth. Most már emeltek, kérem. Nem lesz semmi baj, fiam. Majd mi hazavisszük.
Rendtenetes helyzet. Megviselt a szegény fiút. Épségben hazajuttatjuk. Feltehetnénk néhány kérdést, Stanley. Igen, persze, szívesen segítek. Maga itt a menedzser? Én vezetem a központot és a kávézót, és rendezünk a park első részét. A kérdésem, mond magának valamit, az Angela Conan név. Angela? Uh-huh. Ő a halott? Igen, azt hisszük, de tudja ki ő? Igen, egy kicsit sokat járt a parkba. És látta őt a hétvégén? Nem dolgozom hétvégén. Mit mondana, mikor látta erre utoljára? Egy ideje már nem, de... Bocsánat, sokkolt a hír. Természetes, semmi gond. Néhány hete? Tudja, hány látogató jár ide hétvégente? Nagyságrendileg? Nehéz pontos számokat mondani, mert sok helyen be lehet jönni. Két kapunk is van Breeze Hill felé. Megmutatná a térképen? Hogyne, nos, ez itt az a rész, amelyet mi gondozunk. Itt lehet parkolni az úton, és itt is. Ez a bejárat a Disney Park vasútállomás mellett. De az emberek magánterületről lépnek be, földek vesznek körül minket. És mik a lila négyzetek? Kunyók. Mik? Pihenőhelyek, kis kőházikok, jól mondom? Három van? Ezen a területen három, de az egyiket már nem használjuk. Bárki bárhonnan rátámadhatott. Kilométerenként van itt egy bejárat. Lekérem a felvételeket a hivatalos bejáratokról. De nehéz lesz ellenőrizni az összes kis utat. És mi van a parkőrökkel, mint az ikrek? Furcsa, mindkettő. Talán ide csak ilyeneket vesznek fel. Magányos hely itt meghalni. Jó, a járőrök menjenek végig a parknak ezen az oldalán, házról házra haladva. Valaki biztos látta őt. Igen, asszonyom. Beszéltem a szomszédjával, aki szerint nem volt férnél. Krisztin? Mindenképp vigyük be. Igenis. Szerintem is egyedül élt. Itt egy cipős állvány, mind egy méret. Itt a mobilja. Hét nem fogadott hívás. Szombaton. A számot nem írja ki. Miért nem vitte el a mobilját kirándulni? Egyedül? Nem tudjuk, egyedül volt-e. Lehet, hogy csak itt hagyta. Vagy nem akarta, hogy hívja valaki, ezt sem tudjuk. A Homesteps-nél dolgozott. Egyértelmű, hogy Angela az, vagyis biztosak benne? Amennyire csak most lehetünk. Reméljük, a lehető leghamarabb megejtjük a hivatalos azonosítást. Tudja esetleg a rokonai nevét? Nem. Senkit se ismerek. Mikor látta utoljára? Csütörtökön. Pénteken Szabin voltam. Szombaton nem beszéltek? Ó, nem. Próbáltam hívni, de nem vette fel. A múlt hete átlagosan telt? Mire gondol? Nem történt semmi szokatlan. Nem, nem igazán. De most mind nagy nyomás alatt vagyunk. Új pályázaton dolgozunk, miután megvonták a támogatásunkat. De tudja, maradjunk pozitívak. Angela pozitív személyiség volt? Hallani sem akart arról, hogy bezárhatnak. Angela beavatta magát a magánéletébe, és úgy értem, hogy jó kapcsolatban álltak. Páron minden héten elmegyünk inni valamit. Néha csatlakozott hozzánk, de nem rendszeresen. Milyen jellegű munkát végzett itt? Segítő munkatárs volt. Megkönnyítette az alkohol és kábítószer elvonó kúrát követő letelepedést. Ó, az komoly munka. Egyértelmű. Azt mondta, próbálta hívni szombaton. Igen. Többször is. Volt rá valami oka? Nem,
Csak érdeklődtem, tudja. A szabad hétvégéjén? Biztos kérdezni akartam valamit. De már nem tudom mit. Kaphatnánk egy listát a nőkről, akikkel együtt dolgozott. És kérem, írja össze, hogy kikkel találkozott a múlt héten. Már is. Angela Conan 55 éves volt. A holttestét egy parkőr találta meg a Nemzeti Park Disney Valley felőli oldalán. Nem találunk családtagokat, és egyelőre nincs gyanúsítottunk sem. Véletlen támadás? Lehetséges, Jack. A Homesteps lakhatási projekt vezetője, Darlene Hughton, azt mondta, hogy boldog, sűrű munkája volt, de mintha az elmúlt hetekben stresszes lett volna. Finanszírozási problémák. A segítők munkájába a családsegítői feladat is beletartozik. Többek között például a megszakadt családi kapcsolatok helyreállításának elősegítése. Próbálja ezt elmondani egy ital után. Ha már az italnál tartunk, Kenny mikor jön? Holnap lesz az esküvő. Jól számolom, hogy a lánya már harmadszor megy férjhez? Nem, de három lánya van, asszonyom. Tényleg? Darlene azt mondta, hogy a Nemzeti Park volt a kedvenc helye, és hogy gyakran járt fel oda kikapcsolódni. Igen, de azt is mondta, hogy többször vitt fel nőket a projekttől, brilliánsan bánt a nőkkel, mint hozzáfordultak a gondjaikkal. Miért is ásnánk mélyebbre a magánéletébe? Fókuszáljunk a Homestepsnél végzett munkájára. A nehéz családokkal végzett munka egy lehetséges nyom. Vajon vitába keveredett az egyik lakóban? Még mindig csak a pénteki napnál tartok, de úgy tűnik, hogy Angela péntek reggel kirúgott valakit. Tényleg? Igen. 10:30-kor azonnali hatállyal távozásra szólította fel. Aisha Nassart. 28 éves. Angela volt a mentora. Tudjuk, hogy mi volt a kilakoltatás oka? Nem, nincs teljesen kitöltve. Csak az ő és Aisha aláírása. Mi van a többi feljegyzéssel? Rendesen leírta az eseteket? Igen, csak aznap nem. Megvan Aisha címe, vagy telefonszáma? Már dolgozom rajta. Asszonyom, megtaláltam Angelát a felvételen. Szombat reggel 8:45-kor a park délnyugati felében járt. 8:45, de az otthoni naptárába be van írva egy találkozó 8-ra. Szombat reggelre, B-vel. Derítsék ki, ki az a B, és hogy beszéltek-e egymással? Igenis. Tudjuk, hogy a főnöke 6-szor hívta azon a szombaton, de mi van ezzel a hívással 8:15-kor? Utána járok. Hiányzik a táskája, a kabátja és a cipője. Igen, és a sája. Csak nem egy elviteles kávé van a kezében. De valószínű, hogy útközben ugrott be. Talán B-vel kávézott. Én is ugyanerre gondoltam. Derítsék ki, hol? Híri nyomozó. Meg kéne találni a hiányzó dolgait is. Tudni akarom, mit keresett a parkban kabát és cipőnél. Asszonyom, a helyszín elők. Az egyik házban vért találtak. Na, korán kezd, Malcolm. Későn fekszem és korán kezdek. De ezt találtuk. Elrejtve. Egy teáskanna? Valami a súgja, nem te a vizet forraltak benne. És ha nem dugták el, csak idevalósi? A szarufákon volt. Hát ez bizarr. Alaposan bebugyolálva egy rongyba. Bárki is legyen a kanna, rendszeresen használja ezt a helyet. Hol a vér? A vér itt van, és ott. Tökéletes magasság, ha megbotlott. Vagy meglökték? A padló semmi. Biztos? A fejsebe minimális volt, így nem vártam, hogy nagy mennyiségű vért találok. Nincs egyezés. Még nincs. De az időrendbe belefér? Bele, igen. Semmi jele a hiányzó ruháknak. Az ajtót nem törték fel. Talán megzavart valakit? Vagy meglátták és követték? Vagy feljött és lepihent. Levette a kabátját és a cipőjét, és akkor törtek rá. Elfutott? Na jó, azért a DNS-t küldjék be elemzésre, Malcolm. Ugye még nincs meg a holttest boncolási jegyzőkönyve? Küldöm a kannával együtt. Jó, végre teázhatunk. Aha.
Azt hittem, végeztek. Nem, még nem. Maga jól van? Remekül. Mr. Booth, maga vagy a személyzete takarítja a parkban a házikókat? Ellenőrizzük, hogy tisztán hagyják-e ott, de a látogatók többsége takarít maga után. Uh-huh. Ki ellenőrzi? Ez Noel munkája. Minden nap? Hétfő reggelente. És hogyha ott hagynak valamit? Nyilvántartásba vesszük. Megnézni, hogy találtak-e valamit hétfő reggel? Úgy emlékszem, semmit sem. Ellenőrizni? Mégiscsak volt pár dolog. Vethetnénk rájuk egy pillantást, szívem. Úgy látom, mintha Angeláé lenne. Nem jutott eszébe megnézni a dobozokat, Mr. Booth? Hétvégén nyitjuk ki. És ezeket Noel hozta be? Csak ő lehetett. És Noel bent van ma? Nem, beteget jelentett. Ez a sok izgalom, érzékeny gyerek. Nem baj, meglátogatjuk az otthonában. Levesszük az új lenyomatát és a DNS-t, szívem. Az enyémet miért? Mert gondolom hozzáért a tárgyakhoz. A sápat lett, amikor újra meglátott minket. Találtak egy hullát, elleptük a parkot, talán megviseli. Persze, egy holttestet találtak az orruk előtt, de sem neki, sem a fiatal pártfogoltjának. Nem jut eszébe, mit találtak a házban? Valami nem stimmel itt. Az esküszék még nem döntött. Elnézést a kupiért. A lakótársamé. Én rendes rác vagyok. Befejezni egy percre, szívem? Beszélni szeretnénk magával. És miről? Maga takarította ki a Romers Pointi házat hétfőn, emlékszik rá? Igen. Mit talált? Egy pár cipőt, kabátot és táskát. Ezek a tárgyak pedig a halott asszonyhoz tartoztak. Elrontottam valamit, mert hozzányúltam, vagy ilyesmi. Sokat segített volna, ha mondjuk tudok róla. Nem gondolkodtam. De észrevette, hogy nem volt rajta a cipő, ugye? Igen. És eszébe sem jutott, hogy amit talált, az övé is lehet? Jól van, szívem? Nem. Merre járt szombaton? Itt voltam. Kivel? A lakótársammal. Itt van most a lakótársa? Nincs. Jó, hogyha majd hazaér a lakótársa, adja át neki, hogy a rendőrség beszélne vele. Rendben. Hallottam, amit mondott Stanhope főfelügyelő, Noel? A lakótársam hívni fogja. Igen. Jó. Köszönöm. Megtalálja a holttestet, de nem telefonál azonnal. Megtalálja a cuccait is, és nem szól semmit. Nem veszem be, hogy nem tudta összerakni a cipőt meg a ruhákat. Szeretném meghallgatni azt a segélyhívást. Megértem. Valaki gyűjtse be az új lenyomatait és a DNS-ét. Hazatért a vándor. A vándornak nagy utat kellett megtennie. Mi volt még odafönt? Mindenképp be akartuk fejezni ma a helyszínelést, gondolom az az enyém. Igen, a parkőrök gyűjtötték be a kőházból. Csodálatos. Gondolom egy egész hadsereg fogdosta meg. Igen. A kannával kezdünk? Jó, jelentős mennyiségű friss pszilocibin nyomát találtuk. Ez a természetben előforduló pszichedelikus vegyület a... Varázsgomba? Nagyon jó.
Honnan? A parkban nő? Lehetséges, ilyenkor bújnak ki, de otthon is megterem. Új lenyomatok? Na látja, ezt a kannát nagyon alaposan és gondosan letörölték. De a brilliás eszemmel kettőt is találtam. Nem is vártam kevesebbet magától, Malcolm. Van egyezés? Nincs a rendszerben. Jó. A halál hivatalos oka pedig a kihűlés. Úgy látom, a sérülései nem vezettek halálhoz. Vagyis túlélhette volna, ha a támadás után hamarabb megtalálják. Lehetséges. Bár ott vannak a sérülések a kulcs csontján és a mellkasán. Más is utal dulakodásra? Nem. Szerintem inkább kisebb közlekedési baleset érhette. Ez a sérülés a biztonsági öv nyomására emlékeztet. Az anyós ülése. Uh-huh. Kösz, Malcolm. Jól van, kedveseim. Figyelem. A boncolás szerint a halál oka hipotermia. További sérüléseket is találtunk. Egy vagy két nappal a halála előtt egy kisebb közlekedési balesetet szenvedhetett. A biztonsági övnyoma. Nem övezetett. Ellenőrzöm a baleseteket azon az útvonalon. Jó, a sérülést erős fékezés is okozhatta, de azért nézze meg. Jack, van a számomra valamie? Igen, rájöttünk, hogy hol vette a kávéját. Egy kis hely a piac téren. A tulajszolgáki pénteken és szombat. Volt vele valaki más is? Nem, mindig egyedül ment oda. De a tulaj szerint pénteken zaklatottnak tűnt. Mark, hogy állunk a hívás listájával? Az utolsó kimenő hívás pénteken munkaidőben volt. Mindent ellenőriztem. És mi van a szombati ismeretlen hívásokkal? Valószínű, egy feltöltős kártyáról hívták, de már nézem is. Van valami új a lakásról? Elérhetőség, család vagy barátok? Abszolút semmi, asszonyom. Semmi? Se képek? Iratok? Még a régi útlevele sincs meg, de talán ő ilyen volt. Egy rendszerető nő, egyedül élt, és évente selejtezett. Kell, hogy legyen múltja, Jack. Szülők, gyerekkor, előző lakcím. Mégis mi lehetett a Homesteps előtt? Fizetett adót? Hol született? Hol járt iskolába? Rakjuk már össze ennek a nőnek a képét. Összeírok mindenkit, aki tudta, hogy a park volt a kedvenc helye. Mindenki tudhatta a munkahelyén. Hogy halad a bentlakók kikérdezése? Két lakóval nem sikerült felvennünk a kapcsolatot. Aisha Nassarral és Beth Draperrel. Ki az a Beth Draper? Mint Aisha Nassar, ő is a múlt hétvégén hagyta ott a házat. De őt nem rakták ki, hanem összeköltözött a lányával. Beth! Lehet, hogy ő az a B, akivel szombaton találkozott. Igen, asszonyom. Habár szombaton nem dolgozott. Van már címünk ehhez az Aishához? Beszéltem a házi gondozó szolgálat vezetőjével. Biztos benne, hogy Aisha ott lesz a mai találkozón. Délután 3-tól 5-ig, a Lean Roadon. Jó. Aiden, tegye félre, jöjjön. Történt vele? Pont ezt akarjuk kinyomozni. Miért velem akarnak beszélni? Én semmit sem tudok róla. Pedig úgy hallottuk, hogy pénteken kilakoltatta magát. Igen, ok nélkül kirúgatott. Ha egy barátom nem fogad be, az utcán lennék. De letojta. Miért rakta ki magát? Fű. Általában szemet hunynak fölötte. Totál túlreagálta, és most ennyi. Hát, Angela sincs a legjobb helyzetben, kicsim. Jó, igaz. Senkit sem ismerhetünk igazán. Végigvenné velünk? Pontosan hogy jutott el a kirúgásig? Bejött. Átkutatta a cuccomat. Megtalálta a füvet, és ennyi. Nem értem, hogy miért kutatta át a dolgait. Nem tudom. Miért nem őt kérdezik? Összevitatkoztak? Nem akartam szó nélkül távozni. Megmondtam a magamét. Ami? Hogy ez az egész balhé egy vicc. Úgy érti, ez nem volt rá jellemző? Kirakni valakit egy picike fű miatt? Nem. Eleve dühösen jött. Esélyem se volt. Már olyan fejjel lépett be az ajtón. Jó, de ha ettől eltekintünk, maga szerint jó szociális munkás volt? Rendben volt.
Elvitte magát a Nemzeti Parkba? Azt a napot életemben nem felejtem el. Volt bárki az otthonban, akivel gondja volt? Akivel maga szerint beszélnünk kéne? Nem tudom, maga a nyomozó, nem? Igen, kicsim, és próbáljuk kideríteni, mi történt vele. Most segít, vagy nem? Beszéltek már Bess Draperrel. Nagyon jóban voltak. Milyen értelemben? Össze voltak nőve. Bess egy problémás csaj. Ő tuti nem lakoltatja ki a fű miatt. Bess? Az a lakás üres. Hát, pedig ezt a címet kaptuk Bess Draperhöz és a lányához. A rendőrségtől vagyunk. Hiába, nem él ott senki. Nem látott egy nőt és egy tinit beköltözni? Vagy jönni-menni? Nem, sajnálom. Köszönöm szívem. Beszéljen Jackkel, találjuk meg. Nagyon fontos. Ha sem itt, sem az otthonban nincs, hol a pokolban lehet? Malcolm. Talált nekem valamit? A kannán talált új lenyomat, a kabáton és a cipőn is rajta van. Hadd találjam ki. A parkőr. Úgy tűnik. Noel Henderson, Angela Conan halálával kapcsolatban kérdezzük ki. Érti, hogy miért van itt? Igen. A felvétel kedvéért Stanhope főfelügyelő belépett a szobába. Lássuk, Noel. Szeretnék válaszokat kapni. Persze. Hogyha ha tudok segíteni. Szerintem biztosan tud. Lássuk. Miért találtuk ezt a teáskannát a parkban lévő kunyhó szarufáján elrejtve, az új lenyomataival és a pszilocibin nyomokkal? Mivel? Maga varázsgombaként ismerheti. Várunk. Gyógyszert csinálok belőle. Gyógyszert? De ez egy kemény drog. Te a ceremóniákat tartok. Varázsgomba, te a ceremóniákat? A természet segít legyőzni a félelmeimet. Elveszítem a munkám. Ez a legkisebb problémája, szívem. Szombat este is kint volt a házban. Ez bűncselekmény. Mikor ért oda? 9 körül. És meddig maradt ott? Nem emlékszem. Ki volt magával? Senki. Egyedül voltam. Látta Angelát? Nem. Lehet, hogy esetleg megzavarta a kis ceremóniáját. Nem. Látott valakit egyáltalán? Nagyon erős volt a tea, és nem emlékszem. Tudjuk, hogy Angela kint volt a parkban szombat éjjel, de ezt maga is tudja. Megtalálta a cipőjét, meg mindent. Elnézést. Befejezhetnénk? Megkérdezem újra, ott voltak szombat éjjel? Lehet, nem tudom. Ez nekem nem elég. Ott voltak, vagy nem voltak? A teára koncentráltam. Ha nem emlékszik semmire, honnan tudja, hogy nem futott bele Angelába, és támadta meg abban a házban, mert valaki megtette? Én megtámadtam valakit. De miért támadnék meg valakit? Tudom, hogy nem. Tudom, hogy soha. Erre csak emlékeznék. Biztos, hogy emlékezne rá? Igen, természetesen. Mert amikor azt mondja, hogy nem emlékszik, nem mond igazat, nem, vagyis... Ugye? De igaz. Akkor most melyik? Nem vettem észre, hogy mennyire erős. Azt hittem, halucinálok. És az az igazság, hogy minden elég tompa. Azt hittem, hogy a gomba miatt van, de... Csak azután jöttem rá, hogy megláttam. És most már nem tudom, ha... Most azt mondta, hogy mégis látta Angelát szombat éjjel? Csak ott feküdt a földön, és nem hittem, hogy valóságos. Hol látta a nőt? A házban? Az erdőben volt. Vagyis amikor kedden megtalálta a nőt,
Gyakorlatilag őt kereste, mivel már tudta, hogy odakint van. Ne. Addigra tudta, hogy valóságos, mert megtalálta a dolgait előző nap. Nem, én nem esküszöm. Nem tudom, mit gondoltam. Beszélt vele szombaton? Nem. Úgy nézett ki, mint aki alszik, és már ott feküdt a földön, de nem ott, ahol megtaláltam, hanem máshol. Elmászott. Vagyis egyértelműen életben volt, amikor szombaton találkozott vele. Igen. Ez azt jelenti, hogy az a szegény asszony odafönt bóklázott a parkban, haltokolva, keresett valakit, aki segíthetne. Megmenthettem volna. Vádoljuk meg birtoklásért. És tartsuk fogva, amíg biztosak nem vagyunk benne, hogy egyáltalán nem ért hozzá Angelához szombaton. Na igen, asszonyom. Most pedig beszéljünk ezzel a bizonyos Best Draperrel. Megvan valamelyik családtagja? Találtunk valakit. Most akarod a menni? Na, hogy most? Jack? Mennyit tudunk az áldozatunk múltjáról? Eddig semmit, asszonyom. Mark, most jár utána. Nézzék, ugye senki sem hiszi, hogy csak mert ez a nő egyedül élt és nincs családja, nem kell megtalálni a támadóját. Azt akarom, hogy minden nőt kérdezzenek ki az otthonban. A jelentések legyenek reggelre az asztalomon. Igenis. Elnézést, szívem! Te vagy Best Draper lánya? Igen, ki akarja tudni? A rendőrség, kicsim. Anyukádat keres. Most mi történt? Letartóztatták? Tudod, hol van? Elnézést, segíthetek? Vera Stanhope főfelügyelő, Healy őrmester. Best Drapert keressük. Nem várhat reggelig? Attól tartok, nem. Mikor látták utoljára Best Drapert, vagy hallottak felőle? Szombaton. Jól van, remélem nem került bajba. A cím, amit kaptunk hozzá, egy lakás a Cam Street-en. Jól tudom? Igen. Szombaton kellett volna beköltöznie, de megcsúszott. Te annak nevezed? Mert megint elcseszte. Sosem fog megtörténni. Miért nem akar nekünk kulcsot adni? Maya! Anyám meggondolta magát. Mégsem akar normális szülő lenni. Ismer egy Angela Conan nevű nőt? Igen, Bess segítője. Sajnálattal közlöm, hogy tegnap holtan találták. Ó, nem. Mi? Ó, Jézus. Bess is le lesz sújtva. Közel álltak egymáshoz? Mintha az anyja lett volna. Maguk is ismerték Angelát? Igen, ő volt az egyetlen, akivel Bess néha még szóba állt. Gyakran mi is rajta keresztül beszéltünk vele, vagy próbáltunk hatni rá. Igen, így volt. Mióta nevelik Bess kislányát? Többé-kevésbé 5 éve. Vagyis úgy volt, hogy ez egy új kezdet lesz mindenkinek. Ez lett volna a terv. De mi történt? Miért gondolta meg magát Bess a lakással? Nem tudjuk. Bess szombaton szörnyű állapotban jött ide. Azt mondta, nem bírja és nem áll készen. Mondta, hogy miért? Történt valami? Nem tudtunk értelmesen beszélni. De olyasmit mondott, hogy megint cserben hagyták. Tudja, hogy találkozott-e Angelával szombaton, a reggeli órákban? Nem tudom. Sajnálom. Elmegyek. Tudják, hol találjuk Best? Nézzék meg Sean Barrow-nál. Sean Barrow a barátja? Már ha ráfoghatjuk. Egy rettenetes ember. Angela mindent megtett, hogy távol tartsa tőle, de Bess visszament. Utoljára is miatta esett vissza. Angela odament és szó szerint kirángatta onnan. Megpróbálta. Ő is ismerte Angelát? Ó, ismerték egymást. Egyértelműen nem voltak jóban. Tehát, van itt nekünk egy sebezhető nőnk, aki próbált tiszta maradni, és rendbehozni az életét a lányával, és egy kis stílű bűnöző, akitől nem tud elszakadni. A család mikor látta utoljára? Szombaton.
amikor megmondta a lányának, hogy mégsem költöznek be a lakásba. Elnézést. Mark, megjött. Remélem, van valamilyen nekem. Korán kezdtem az anyakönyvi hivatalban, és átnéztem a nyilvántartásukat. És? Angela születési neve Rachel Angela Conan, a férjezett neve Cassie. Végre! Valami kiderül erről a nőről. Nagyon jó, Mark. Szép munka. Tudjuk, ki volt a férje? Jack Cassin. A 90-es években egy családi éttermet vezettek, és még megvan. Még nem vagyunk nyitva. Bizonyos Jack Cassint keresünk. Miről van szó? Ismerik? Az apánk. Jack Cassin? Igen. Ki akarja tudni? Miről van szó? Sehogy sem tudom kíméletesen elmondani. De sajnos egy női holttestet találtunk a Nemzeti Parkban a hétvégén. És? És azt gondoljuk, hogy valószínűleg a neje. Mi? Nagyon-nagyon sajnálom. Honnan tudják, hogy ő az? Megtaláltuk az igazolványát a helyszínen. Milyen néven? Tudomásuk volt róla, hogy megváltoztatta a nevét? Igen, tudtuk. Nem, mintha megkerestük volna. Az igazolvány Angela Conan nevére szólt. Mikor látta utoljára a nejét, uram? 99. júliusában. De a mai napig házasok, jól tudom? Egy eltűntől nem lehet elválni. Nem akartam elválni. Mikor látta utoljára az anyját? Nem láttuk, mióta elment. Egyáltalán nem tartották a kapcsolatot? Nem. Hogyan halt meg? Sajnos most még nem adhatom ki a részleteket, uram. Képes lenne azonosítani a neje holttestét, Mr. Cassin? Igen. Nem. Már tényleg semmi köze hozzánk. Majd én. Nem. Miért? Mert az anyánk volt. Komolyan? Elég. Fejezzétek be. Én megyek. Akár most, ha gondolják. Nyugalom, Mr. Cassin. Bőven van időnk. Kérünk időpontot, és küldünk egy autót. Váratlanul érte őket. Elhagyta a gyerekeit, mikor is? 10 évesen. A nő nagyon eltökélt volt. Nézzük utána a fésnek. Volt-e feljelentés otthoni erőszak miatt? Healy őrmester, igen. Remek. Köszönöm. Mi az? Hagyjanak már békén! Nem akarom a segítségüket! Egyedül csak ő törődött velem! Kérem, adjanak! Stanhope főfelügyelő. Bez? Ó, Jézus! Jól van, elég vehemens a temperamentuma, Bez. Hogy van a keze? Elég jól van hozzá, hogy kikérdezzük? Merre járt az elmúlt 5 napban? Itt meg ott, a barátaimnál. A nővére említette a barátját, Sean-t. Nála húzta meg magát? Főleg, igen. Másnál is volt? Nem, ott voltam. Elmesélné, milyen kapcsolatban állt Angelával? Mit akarnak tudni? Hát, úgy hallottuk, hogy közel állt hozzá. Mondjuk. Azt mondták, össze voltak nőve. Mindenki számíthatott rá. De igen, közel álltunk. Volt ennek valami különleges oka, ami összekötötte magukat? Tudta, hogy szeretném visszakapni a lányomat. Segített magának az ügyben? Igen, segített lakást szerezni. Miért nem költözött be Szombaton? Beijedtem. Szeretnék Majával lenni. Én csak... Úgy volt, hogy találkozik Angelával Szombat reggel? Igen, a lakásnál, de nem jelent meg. Hívta magát? Üzent? Nem, semmi. Most először történt meg, hogy nem jött, nem hívta? Igen. Mit érzett ezek után? Mérges volt? Nem igazán. Zavarodott? Talán. Próbálta hívni? Igen, de nem vette fel. Mondja csak, feltöltőkártyás mobilja van? Igen. Igen.
A barátja milyen kapcsolatban állt vele? Mi? Miért? Ez csak egy szokásos kérdés. Nem igazán ismerték egymást. De találkoztak? Igen. Mit szólt hozzá, hogy saját lakása lesz? Örült. Beszélt Angela a magánéletéről, a családjáról, barátokról. Találkozgatott valakivel. Volt barátja? Nem, nem gondolnám. Inkább csak haver. Fent szoktak találkozni a parkban. Biztos ebben, szívem? Mert úgy láttuk, hogy a munkán túl magának való ember volt. Inkább magányos farkas. Nem, ez biztos. Ő mondta. Mi volt a neve? Nem tudom, sajnálom. Mikor mehetek haza? Jöjjön, elvisszük. A szolgáltatásunk része. Azt hittem, hazamész. Hajléktalan vagyok, emlékszel? Megfürdök. Kösz, hogy hazadobták. Csukják be az ajtót maguk mögött. Nem, előbb feltennénk pár kérdést, Mr. Barrow. Igen, miről? Bess azt mondta, magával töltötte a hétvégét, igaz ez? Nem kell válaszolnom. Van valami oka, hogy nem akar segíteni a nyomozásban? Én csak mondom, nem kötelező. Ah, és kinek a lakása ez? A magáé? A bátyámé. Én vigyázok rá. Miért faggatózik? Angela Conan halála ügyében nyomozzunk. Meghalt. Maga is ismerte? Igen. Kíváncsi véntyúk. Ez hízelgő. De az volt. Nem volt saját élete. Beleütötte az orrát másokéba. Mikor látta utoljára? Nem tudom. Mostanában? Nem. Még valami? Sok a dolgom. Nem. Na, ennyi. Majd még folytatjuk. Az ajtót meg csukja be maga. Nincs benne sok szeretet. Nem, az ilyen alakok képtelenek szeretni. Ez egy rossz ember, és Angela is tudta. Mr. Cassin, mesélne nekem egy kicsit a nejéről. Ő egy fantasztikus nő. Kedves, okos, gyönyörű. És függő. Mi? Ital vagy drog? Amit csak el tud képzelni. Gyerekkora óta az volt. Sosem szokott le. Próbáltam mellette lenni, de nem működött. Hát nem tudom, le lehet-e állni. És honnan tudta, hogy megváltoztatta a nevét? 12 éve próbáltam lenyomozni. Józan volt, tiszta, egészséges. Vagyis hazudott? Nem akartam a gyerekek előtt mondani, de szerettem volna újra kezdeni. Tudom, marhaság azok után, ami történt, de sosem adtam fel a reményt. De ő tovább lépett. Azt mondta a késő. A gyerekek sosem fogadnák el. Egyre erőszakosabb voltam vele. Mondjuk, kezdtem kiborulni miatta. Miért változtatta meg a nevét? Bár már gyógyulófélben volt, még mindig
szégyelte, hogy elhagyta a srácokat. Szerintem azért, hogy sose találják meg. Szegény fickó. Igen, biztos, hogy sok mindenen ment keresztül. Most mire gondol? Arra, hogy esetleg újra inni kezdett. Nem töltötte ki rendesen az iratokat, nem ment el a szombati találkozóra beszélni. Kirúgja Aishát? Igen, még az is. Tegyük fel, hogy titokban ivott, miközben felépülő nőkkel foglalkozott, akiknek igyekezett mindent megadni. Vajon azért iszik, mert stresszel, vagy azért stresszel, mert iszik? Asszonyom, ezt látnia kell. Ez meg micsoda? A látogatóközpont archív felvétele. 2 hónappal ezelőtt, augusztus 2-án, 10:25-kor. Angela ott van kint. Ugyanaz a sár. Igen. És most már az irodában látjuk, augusztus 16-án. Megint ő. Ugyanaz a ruha. Igen, de most július 10-e. Nézze, mi van rajta. A férfi, akivel Bess szerint találkozgatott? Több ilyen felvételünk is van. Angela bejön, Stanley kiszolgálja és beszélget. Milyen sokáig üldögélnek? Minden alkalommal 10-18 percig. Stanley meg azt mondta, nem is ismeri. Ó, jól ismerte. 2 találkozóról együtt távoztak. Mr. Booth! Visszajöttek? Igen. Mit is mondott, hol volt szombat éjjel? Én a húgoméknál, azon a kölcsém szülinapján. Egész éjjel? Igen, majdnem. Hol él a húga? A város másik felében, 1/2 órányira innen. Ez itt maga Angela Connennel. Július 10-én? Aztán augusztus 2-án. És augusztus 16-án? Úgy látszik. Azaz igen? Igen. Vagyis hazudott, amikor azt mondta, hogy csak egy kicsit ismeri. Nem tudom, elnézést, ha nem voltam egyértelmű. Ez nem egyértelműség kérdése, szívem, hanem hogy hazudott. Nem hazudtam. Hova tartottak, amikor elhagyták a központot? Sétáltunk. Sétált. Merre? A parkban. Hosszú órákat töltöttek együtt. Rendszeresen előfordult? Igen, időnként. Mikor látta utoljára élve Angelát? Jó ideje. Pontosabban? 4 hete. Milyen gyakran beszélt vele? Ez nem volt rendszeres ügy, mi csak... Alkalmilag bejött a központba, és akkor... Már, mintha bármikor ott hagyhatná a központot, és kedve szerint elmehetne sétálni. Vagy varázslatos módon a műszakja végén bukkant fel. Megesett, hogy felhívta? Vagy SMS-t küldött? Nem. Nem találjuk meg a nyomát a mobilján. Utána nézhetünk Angela hívásainak. Ne, várjanak. Azt hiszem, talán mégis számot cseréltünk. Újabb hazugság. Remélem, van a tarsolyában egy jó ügyvéd, Stanley, mert szüksége lesz rá. Szerezzen házkutatási parancsot hozzá. Örömmel. Kidobom az őrsön. Felismeri? Azt hiszem, bár nem tudom, hogy honnan. Nyugodtan, szívem, van idő. Megvan. Az otthon előtt láttam. Mi? Mi a fenét keresett ott? Nem tudom, furán viselkedett. Hogy furán? Miért? Mit művelt? A szokásos. Ott lógott. Mikor volt ez? Néhány hete, nem régen. Angela elzavarta. Biztos benne, hogy ő volt? Igen.
Igen, biztos. Kösz, szívem! Kösz! Nem találtunk semmit, asszonyom. Akkor keressék csak tovább! Best Draper most azonosította, hogy másfél hete az otthon előtt átsorgott. Mi? Van vér a pucájában. Á, és nem csak az. Asszonyom, találtunk valamit. Ó, na, végre egy reménysugár. Tudnám mondani, hogyan került az ágya alá ez a sál, amit az áldozat a halála napján viselt? Mr. Booth? És mit szól az MP3 lejátszóhoz, ami szintén az ágya alatt volt? Én nem bántottam. Válaszoljon a kérdésre, miért voltak ezek a tárgyak a tulajdonában? Elvettem. Amikor megtámadta? Nem. Az elveszett tárgyak közül... Azt mondja, úgy döntött, zsebrevág pár dolgot, és elrejti a házában? Nem rejtegettem. Tudta, hogy ez Angela Shire? Nem tudtam. Több alkalomról is van felvételünk, amikor viseli a központban. Amikor kivette ezeket a tárgyakat az irodai dobozból, tudta, hogy Angela dolgai, igaz? Nem tudtam, hogy halott. Nem tudom, miért vettem el, vagy miért hazudtam el. Persze, azért, mert elvettem. De a kettejük kapcsolatának a természetéről is hazudott. Nem. Kapcsolatban álltunk. Miféle kapcsolatban? Magántermészetűben. Jó, írja le. Angela bízott bennem, és mesélhetett nekem a magánéletéről. Például? A családjáról. Kezd elegem lenni a rejtélyes válaszaiból, szívem. Itt a barátja, és maga, mert maga az, ugye? Brutálisan megtámadták és hagyták meghalni, a személyes tárgyait magánál találtuk meg. Ez nagy baj, szívem, mondja meg neki. Jól van. Nagyon régen nem látta a gyerekeit, ez nagyon zavarta. Biztos, hogy a gyerekeknek is köze van ehhez. Miből gondolja? Mert pár hete meg akarta keresni őket. Akkor dobott engem is. Ezután már nem sétáltunk, nem akart visszahívni, és nem válaszolt. Ezután támadta meg? Nem, én soha. Jó, akkor ezért ment el az otthon elé, ahol dolgozott, hogy találkozzon vele? Mert ignorálta magát? Nem, ez félreértés volt, összezavarodtam. Máshol is felbukkant? Csak néhányszor. Csak néhányszor? És nem mondta, hogy most már elege van? Egyesek nem tudják, mi a legjobb nekik. Figyeljen, szívem, ha egy nő azt mondja, hagyja békén, úgy is érti, hagyja békén. Ha egy nő nem hívja vissza és nem válaszol az üzenetekre, azt akarja, hogy kapjon le! Most akkor követte Angelát fel a kisházhoz szombaton? Nem, szombaton nem is láttam. És mikor látta utoljára? Pénteken. Megtagudta. Látta pénteken, és nem is mondta el nekünk? Követtem, amikor elment otthonról reggel. Nem beszéltem vele. Mégis zaklatta. Nem. Én kétségbe esett voltam. Aggódtam. Szerettem. Mondja el, pontosan mi történt pénteken? Követtem addig a piac téri kávézóig. Be akartam menni, de féltem, hogy meglep. Inkább megijeszti. Kint várakoztam. Amikor elment, visszajöttem dolgozni. Ellenőrizik, mikor értem be, van róla felvétel. Ó, fogjuk, kis szívem! Nézzék, én sajnálom, hogy elhoztam ezeket. Nagyon-nagyon, de
Soha nem bántanám Angelát. Soha. Hinniük kell nekem. Maga hisz neki? Az bizonyos, hogy hazudott. De nem, nem hiszem, hogy ő ölte meg. Hová vezet mindez? Vissza a startmezőhöz. Azt mondta, hogy elindult és visszament dolgozni pénteken? Pont ezt mondtam. De leselkedett és megvárta, míg kijött onnan? Igen. Szerintem követte Stanley, ha már a házától odáig ment utána. Nem tudtam követni, beszállt egy kocsiba. És kiébe? Nem tudom. Ne hazudjon nekem, Stanley! Már így is bajban van a nyomozás akadályozásáért. Nem arról van szó, hogy jobbnak tüntesse fel magát. Ki akarjuk deríteni, hogy ki támadta meg a jó barátját? Hm? Azt mondja, beszállt egy kocsiba. Így volt. Kiébe? Nem láttam. Milyen típusú kocsi volt? Milyen színű? Talán szürke. Esetleg Mercedes. Aiden! Úgy tűnik, hogy Stanley igazat mond. Megáll az alibije. A húga ezt hallgassa! Vajon miért nem említette meg Jack Casey, hogy Angela a halála előtti hetekben megkereste, és találkozni akart vele? És kérdezzük meg, hogy hol volt péntek reggel. Hol volt péntek reggel 8 és 9.55 között? Miért fontos ez? Válaszoljon a kérdésre, uram. Nem emlékszem. Belenéznék a naptáramba. Igaz, hogy szürke Mercedes-e van? Igen, de... Angela beszállt egy szürke Mercedesbe péntek reggel. Ez csak véletlen lehet. Nem az enyém volt. Kereste mostanában? Nem, már mondtam. Azt hiszem, inkább a kapitányságon fejezzük be. Ez nevetséges. Egy napra elég ennyi hazugság, szívem. Erre kérem, Mr. Cassin. Én voltam. A kocsiban. Én vettem fel. Mi? 3,5 hete megkeresett. Ennyi idő után, milyen érzés volt, hogy az anyja megkereste? Angela. Én nem éreztem semmit. Akarta ezt a kapcsolatot? Többször is találkoztam. Nem, az első alkalom fura volt. Kíváncsi voltam, de nem akartam beszélni vele. Így nem zaklatta fel, mert nem sikerült az újraegyesítés. Nem mondanám újraegyesítésnek, de valóban bizonyos szinten nem volt jó. Vajon miért magát kereste, és nem a fivérét? Tényleg nem tudom. Talán úgy érezte, van valami női kapocs. De maga nem? Egyáltalán. Miért nem mondta el az apjának, hogy megkereste az anyja? Tudja, hogy mit tett vele? Nem, csak annyit, hogy az apját megviselte a házasság összeomlása. 12 éve is elutasította, és öngyilkos akart lenni. Nem hagyom, hogy újra bántsa. Azt hiszi, nem tudom. Volt pénteken autóbalesetük? Nem mondanám balesetnek. De az anyjának, Angelának látható sérülései maradtak. Hmm? Padlóféket kellett nyomnom. Elárulja, hogy miért? Éreztem rajta az alkoholszagot, de folyamatosan tagadta. Állandóan arról beszélt, hogy más ember lett, de nem változott semmit. És ez feldühítette? Igen, dühös voltam. Jól van, szívem, csak hogy ezt is tisztázzuk. Találkoztak egyszer, és fura volt. Belement még egybe, hogy lássa, van-e jövője. És nem volt. Így van. Értem. A kérdésem a következő. Miért találkozott vele pénteken? Mert az a szörnyű nő eljött hozzánk. Kicsoda? Nem tudom. Valami pártfogoltja volt. El akarta mondani, mennyire fájt Angelának, hogy nem ezt érdemli, mert olyan csodálatos személyiség. Mikor volt ez? Csütörtök éjjel. Angela is tudott az esetről? Nem. Ő maga is mérges lett, hogy valaki a helyről, ahol dolgozott, betört az életünkbe. Hogy nézett ki az a nő?
30 körüli M-betűs medálja volt. Neked is van mit tisztáznod, Bess Draper. Rendőrség, nyissa ki az ajtót! Mindig, rendőrség! Mit akarnak? Van házkutatási parancsunk. És? Merre van Bess? Elkerülték egymást. Volt egy kis buli? Egy szűk körű. Talán tilos? Nem, szívem, az nem. De ez az. Szökésben van! Hátul ment ki! Sean Barrow, ezennel letartóztatom kábítószer birtoklásért. Bess! 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 Mást is árul? Eltekintve a 20 gram kokaintól, amit a lakásában találtunk. Nem az enyém. Akkor kié? A fivéréjé? Fogalmam sincs. Gyakran megesik, hogy egyesek kokaint hagynak a kanapé párnája mögött. Amikor megjelentünk magánál, Bess Draper épp távozott. Van ötlete, hogy hogyan sérülhetett meg az arca? Halvány fogalmam sincs. Azt mondja, semmi köze ezekhez a sérülésekhez. Egyértelmű. Akkor most beszéljünk Angela Conanről. Kezdjük. Elárulnám, milyen kapcsolatban állt vele? Nincs mit mondanom. Néhányszor megkértem, hogy húzzon el. Mikor kellett utoljára megkérnie, hogy húzzon el? Szombaton? Nem. Örül neki, hogy Bessnek saját lakása lesz? Nem az én dolgom, se a maguké. Egyet értett vele, hogy Angela segít a barátnőjének önállósodni? Nem a barátnőm. Pedig nagyon úgy tűnik. Bocsi, hogy szeret velem lógni. Néha felbukkan. Őszintén megmondom, sajnálom. Elég lüke. Lüke? Igen, érti. Bolond. Mint a nők többsége. Figyeljen rám, bármi is történik itt, a következő percekben és órákban, az határozza meg a jövőjét. Ezért nagyon alaposan gondolja át, hogy pontosan hol is volt szombaton este, és hogy valaki igazolhatja-e. Üzleti találkám volt, egy haverral. Gondolom, illegális üzlet. Mikor ment el és ért haza? Korán és későn. Ne vigye túlzásba, Sean. 7-kor mentem el, és 2-kor vagy 2:30-kor jöttem. Vagyis fogalma sincs róla, hogy a kettő között Bess járt-e a lakásban. Nem is érdekel. Elmondjam, mit gondolok. Gondolom, elfogja. Hogy a hatalmas arc mögött csak egy kis szomorú srác van. Jó. Ezt gondolja rólam? Angelát is próbálta zaklatni? Kiállt magáért? Nem. Nézze, jobb dolgom is volt, mint a véntyúk után menni a hegyre. Mint mondtam, fogalmam sincs, hogy hol volt Bess szombat este. Fogja a kis jegyzetfüzetét, és beszéljen vele. A felvétel céljából Stanhope főfelügyelő belépett a helyiségbe. Mondja el, mi történt az arcával. Sean csinálta? Sean sosem bántana, nem olyan. Miért vagyok itt? Hát csak, hogy tudja. A szombati alibije sajnos nem áll meg. De hát Seannal voltam. Csak ő nem ezt mondta. Nem tartott ki sokáig. Egyáltalán nem. És sok kínos, méltóságon aluli dolgot is mondott. Jó, térjük vissza az utolsó hétre. Merre járt csütörtök este?
Semmi különös, benéztem Majához is. Utána hová ment? Be a városba? Larával találkozott? Angela lányával? Segíteni akartam. De azt mondta, hogy nem ismerte a családját, hogy nem beszélt a magánéletéről. Mert nem is, általában, de nem soha. Kivéve az utolsó heteket, tudtam, hogy történt valami. Honnan tudta? Hát mert megint inni kezdett. Senki nem vette észre, de én ismertem. Aztán szerda éjszaka. Én láttam, hogy munka közben is iszik. Én csak támogatni akartam, meg akartam védeni. Elmondta Darlinnak? Nem. Kidobtam az italt, és akkor mesélt a gyerekekről. És nagyon zaklatott volt. Sosem láttam korábban ilyen állapotban. Azt mondta, hogy ő egy rettenetes személy, szörnyű anya, amit tudtam, hogy nem lehet igaz. Mit mondott Larának az étteremben? Hogy Angela megérdemel még egy esélyt. Az emberek hibáznak, nem igaz? Én igen, állandóan hibázok. Hogy reagált Angela, amikor elmondta, hogy megkereste a lányát? Nagyon csalódott volt, és sírt. Mérges volt? Egy kicsit. Maga is mérges volt? Egy kicsit, igen. Csak segíteni akartam. Újabb tévedés, azt hiszem. És ez a harag nőtt a következő 24 órában, Bess? Mi? Nem. De befolyásolta a döntését, hogy a lakásba költözzön, ami felkavarta a lányát, aki aztán egész hétvégére eltűnt, ami még több izgalmat okozott. Ez táplálta a dühét, szívem? Nem! Hatással volt rám, de... Elment megkeresni Angelát, amikor nem volt ott, hogy segítsen beköltözni? És nem válaszolt a hívásaira? Nem! Őszintén mondom, hogy nem! Pedig szerintem tudta, hogy fent van a parkban, a kedvenc helyén. Nem jártam a parkban. Utoljára hetekkel ezelőtt voltam fönt Majával. Majával? Igen, eveztünk a folyón. Maja is járt a házaknál. Nem járt. Maja tudta, hogy Angela felmegy szombat este a parkba? Kideríthette? Maja ütötte így meg az arcát. Nem mondom meg. A kihallgatást megszakítjuk 13:07-kor. Ne, várjon, miért hagyjuk abba? Hova megy? Itt van, szívem. Mi folyik itt? Beszélni szeretnénk Majával. Iskolában van. Lehet, hogy reggel 9-kor megjelent, de most nincs bent. Aiden. Ó, Jézusom, most mit művelt? Jól van, szívem. Össze tudná írni a neveket és a számokat, akikkel lehet, és a helyeket, ahová mehetett? Ezek jutottak eszünkbe. Rendben, köszönöm. Szombaton, miután Bess elment, és megmondta, hogy nem költöznek el, azt mondta, hogy elrohant? Igen, de nem vitt magával semmit. Kösz, szívem. Ha történik vele valami... Küldjünk ki egy csapatot érte. Egy zavart, sebezhető 15 éves lány, és itt várja valaki, hát ha megjelenik. Járt itt ma magánál Maya Draper? Nem. Minden rendben? Tudta, hogy Angelának súlyos alkoholos és drogos múltja volt? Nem. Beszélgetett vele erről? Sosem került szóba, de felmerült bennem. Ha gyanította, hogy ilyesmiről van szó, beszélnie kellett volna vele. Nem tudom, hogy érti-e mennyi idő és energia ezeknek a nőknek a támogatása. Maga felel a személyzetért, ahogy a lakókért is. Igen. Igen, igaza van. És szörnyen érzem magam most, jó? Elnézést, én csak... Mi az? Itt kellett volna lennem pénteken. Ha itt vagyok, talán... Nézzék, nem értem, mi folyik itt, és Maya nem járt itt. De telefonált.
Mikor hívta? Szombaton. Miért? Panaszt akart tenni Angela ellen. Miért? Az állítólagos ivászatért. Lebeszéltem róla. Vagyis tudta, hogy Angela inni kezdett. Mégsem mondta el nekünk. Nem hittem Mayának, ezért is nem fogadtam be a panaszt. Védeni próbáltam, ki kellett volna rúgnom. Ah, értem, ezen ugrott volna a legújabb pályázatuk. Igen. Ha bezárják ezt a helyet, elveszítik az otthonukat. Ehhez egy nő vesztette el az életét. Hol van a kulcs Bess új lakásához? Visszaadta? Nem, még nála van. Okos gondolat. Na, keressük meg. Köszönöm szívem, lépjen hátra. Hello? Maya? A táskája. Jézus, kicsim! Maya, kicsim! Hívjon mentőt! Maya! Na, Maya, kérlek! Hallasz engem! Maya, ébredj! Kérlek! Maya! Maya! Maya, hallasz engem! Most indulunk. És hogy van? Csendes. Örül, hogy túlélte ezt a meggondolatlanságot. Jó. Megjöttek Maxwellék. Duncan vállalja, hogy felnőttként jelen legyen. A kihallgatóban leszünk. Jó. Mindjárt megyek. Jó. Jól van. Gyere. Rendben. A sógora vállalta, hogy jelen legyen a lánya kihallgatása. Maya nincs olyan állapotban. Haza kéne mennie. Meghalt egy nő szívem. Elfelejtette? Szeretne elmondani még valamit, mielőtt behozom? Szörnyű anya vagyok. Ó, lesz idő az önsajnálatra, szívem, de nem most. A lányának most maga kell. Na, jöjjenek, jöjjenek. Közdjek. Akkor most egyenes, őszinte válaszokat várok mindenkitől. Maya múltjában előfordult erőszakos viselkedés? Igen. Nem... Ez az első. Mi hazugság? Ó, Bess, ne már. Ez nevetséges, még gyerek. Bess, a lánya támadt magára? Nem. Igen. A szemem mást mond, szívem. Mikor ütötte meg? Este átjött Seanhoz. Mikor hagyta el a házukat szombaton? Miután Bess elment, egy körül. Megmondta, hova megy? A városba, a haverokhoz. 4-re vártuk haza, de 4:30-kor még nem volt sehol. Elmentem megkeresni. És megtalálta? 2 órával később a Binder Street-i hídon ült. Befejeznéd? Ez őrület! Asszonyom. A lenti kihallgatóban ül. Mondott valamit a kocsiban? Nem, egy szót sem. Hogy érzed magad? Szarul. Fáj a fejem, mikor mehetek haza? Fel kell tennem pár kérdést Angela Conanről. Panaszt akartál tenni rá? Részeg volt egy találkozón. Ez mikor volt? 1 hete. Miért vártál szombatig a panasztétellel? Akkor teszek panaszt, amikor akarok. Nincs időkorlát. Jó, de miért szombaton? Tudja miért. Mert anyám vissza akart menni ahelyett, hogy normálisan éljen. Jó, és tegnap, amikor felmentél Sean Barrow lakására, mi történt? Anyukának elég ronda lila a szeme. Nem akart eljönni. Gyakran megesik, hogy neki mész másoknak? Nem szoktam verekedni, hogyha erre gondol. Ah, csak anyukáddal? Hol voltál szombaton? Valahol. Délután 1-kor indultál el, igaz ez? Nem tudom. Nem akarok itt lenni, hazamegyek. Ülj le! Nem, haza akarok menni. De nem lehet. Ülj le! Le vagyok tartóztatva. Rendőri őrizetben vagy. Mi a fene? Te meg csak ülsz itt! Thank you.
Hová mentél, miután elhagytad a házat? A busz megállóba, gondolom. És bent a városban kivel voltál? A lányokkal a suliból. Kivel? Nem emlékszem. Tartanánk egy perc szünetet, kifáradt? Nem, most nem. Felmentél szombaton a Nemzeti Parkba? Egészen pontosan az egyik házba. Milyen házba? Kérem, hadd pihenjen. Mikor értél haza szombaton? 4 órára otthon kellett volna lenned. Sosem érek haza 4-re. Igaz? Mondd el! Válaszolj a kérdésre. Hány órakor érhettél haza? 7 óra körül. Egy kicsivel később. Honnan tudta a nagybátyát, hol keressen? Mivel odahívtam, egyértelmű. Nem igaz? Hívta? Arra gondol, amire én? A pasi fedezi. Igen. Nem említette azt a hívást? Jack, Maya a hívás listája? Az asztalámban. Azt mondta, elindult megkeresni, és véletlenül talált rá. Nem azért indult el, mert felhívta, hogy szedje össze valahol. Mindketten ezt mondták, ő és Lou is. Megvan. Aiden! Mi Duncan számának utolsó 3 számjegye? 809. Jó. Maja tényleg felhívta. 18:06. Maga szerint mennyi az út a Binder Street-i hídtól, ahol várta a Maxwell házig? 10 perc maximum. Duncan szerint 7-re értek haza, az 40 perc el nem számolt idő. Talán megálltak. Vagy talán mégis máshol vette fel, mondjuk a parkban, ami 40 percnyire van. Asszonyom, kinyomtattam a toronyinfókat. Kösz, Mark! Lássuk, 18:06. A Binder Street-en volt. Mi a baj? Oh, Mr. Maxwell, elnézést. Maga a szombaton 4-kor indult el otthonról, hogy megkeresse Mayát. És 7-kor ért haza, jól mondom, ugye? Igen. Vagyis 3 órán át kereste. Felhívtam Maya barátait? Ezt Lou csinálta otthonról. Miért nem említette meg, hogy Maya felhívta? Azt hittem, mondtam. Elnézést. Meg tudnám mondani, hol volt, amikor fogadta a hívást 18:06? Nem tudom. Már is segítek, szívem. Szerintem 4 mérföldre volt a Nemzeti Parktól. Ott, ahol Angela Conant megtámadták és magára hagyták. Joga van ügyvédet kérni. Nem kell. Miért járt ott fenn? 18:06. Nem emlékszem, hogy ott voltam. Úgy érzem, a kezdetektől hazudik nekünk. És úgy érzem, maga a felelős Angela Conan haláláért. Mi? Nem! Azt hiszem, szombat délután felment a Nemzeti Park északi oldalára, és felelősségre vonta a házikóban. A veszekedés pedig egy akaratlan, de ijesztő halálhoz vezetett. És ami még rosszabb, maga boldogan ült egy ártatlan 15 éves lány mellett, és hagyta volna, hogy őt vonjuk felelősségre érte. Jól gondolom? Igen. Mérges voltam. Válaszokat akartam. Mindig hagyta, hogy ez kicsusszon a saját felelőssége alól. Ez volt a munkája, hogy támogassa. És minket kitámogatott? A feleségemet. Bess már túl sokáig rátelepedett az életünkre. Elegem volt, hogy sosem kapok válaszokat. Hónapok óta szerveztük ezt a költözést. Felkészítettük rá Mayát is.
és hirtelen lemondtam. Honnan tudta, hogy hol találja? Mert korábban több alkalommal hívtam, de mindig letette, vagy fel se vette. Ez a kötődésről szól, érti? A szakmai kapcsolatokról, a védence kötődése, a bentlakók érzései. Nem számít, hányszor szúrják el, vagy hányszor hazudnak és csalnak, és lopnak és hazudnak újra. A lényeg, hogy adjuk meg nekik a kellő teret. Teremtsünk nekik új lehetőséget, hogy rendbehozzák az életüket, mintha bármikor is megtörténne ez. Miközben mi többiek, akik elszenvedjük az önző viselkedésüket, nekünk nincs életünk, érti? Nincs életünk, nincs! Elmeséli, mi történt a házban? Én... felmentem beszélni. Azt akartam, hogy szóljon bele, és győzze meg Beth a lakásról. Könyörögtem. Szó szerint könyörögtem neki. De nem hallgatott meg. Talán megijedt. Talán az, hogy felbukkant a semmiből, nagyon megijesztette. De hát hogyan máshogy lehet eljutni ezekhez az emberekhez? Olyan volt. Olyan volt. Ennyi éven át, még jó nagybácsi voltam, jó férj voltam, és jó sógor voltam. De... Én nem tudtam leállni. A dühömmel. Ezt mi is láttuk, szívem. Abból a rengeteg sérülésből. Visszamentem. Félúton a kocsim felé. Én megint észhez tértem. Visszament a házhoz? De eltűnt. Én azt gondoltam, hogy elindult segítségért. El is ment, szívem. De nem talált. Egy árokban halt meg. Nem tudtam, hogy komolyan megsérült. Az Istenre esküszöm. Én nem is sejtettem. Duncan Maxwell, letartóztatom Angela Conan megöléséért. Nem kell mondania semmit, de árthat a védelmének, ha a kihallgatás során nem említ valamit, amire később a bíróságon hivatkozik. Bármi, amit mond, felhasználható maga ellen. Ez is itt van. Nagyon ügyes volt ma, Beth. Én nem így érzem. Adjon magának időt, majd rájön. Elhagytam Sunt. Örömmel hallom. Megtartom a lakást. Az nagyon jó. Bár nem hiszem, hogy Maya velem akar élni. Én úgy láttam, mindennél jobban szeretné. Csak tanulja meg kordában tartani az indulatát. Vagy gyorsabban hajoljon el. Vajon sikerül neki?
Én is csak tippelek, mint maga szíve. Jó kicsi, minden rendben lesz. Igen? Gyere ide. Igen, szerintem igen.